2021-22-ben a Facebookon Biblia tanulmányozási sorozatot kezdtem el, és először 20-30, később 70-80, most már vagyunk úgy 140-150-en is. A világ 11-12 országából gyűlünk össze kedden este 7 és 8 óra között, hogy egy-egy bibliai könyvet versről versre, mondhatnám szóról szóra, olvassunk, megbeszéljünk, egy szóval tanulmányozzunk. Talán választhatnám volna ezt a kifejezést is, hogy tudakozzunk. Ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetében a tesszalonikaiaknál nemesebb bérabeliekre használja a Szentírást, akik naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek már, mint ahogy Pál apostol hirdette nekik az igét. Tehát az biztos, hogy a Biblia akkor lesz a sajátunká, amikor személyesen utána nézünk annak, amit a prédikációkban vagy az előadások során hallottunk, vagyis igaz jelenések könyve bevezető három verse, hogy hogyan is jött el hozzánk a Biblia beszéde, Isten az Atya megosztotta fiával, Jézus Krisztussal, és ő az angyalai által, és elküldte azt Jánosnak, az egyik szolgájának, egyik prófétájának, és boldog, aki olvassa, hallgatja, és megtartja a prófétálás beszédeit, mert az idő közel van. Három dolog kell ahhoz, hogy a Bibliát megértsük. Olvasni, hallgatni a róla szóló és hozzá méltó előadásokat, és aztán, ami felismert igazság bennünk megszületik, azt követni is, ugyanannak a léleknek a segítségével, aki a megértést is munkálta. És ezeken a Facebook alkalmakon, tehát mondom most már több mint 2-2,5 éve, először elkezdtük a legkönnyebben érthető, egyik legkönnyebben érthető bibliai könyvvel, Rút könyvével a tanulmányozást, tehát ez 4 oldal a Bibliában, és csodálatos tartalma van, akkor ki is fejtettük, hogy körülbelül 20-25 fontosabbnál fontosabb tanítás gyűlik össze ebben a rövid ószövetségi történeti könyvben, mely Sámuel korában, a bírák kora idejében íródhatott, és elmondja azt, hogy egy asszony, aki férjét és 2 fiát követve idegen földre kellett, hogy kivándoroljon, ó, milyen időszerű téma, ugye most is, amikor a migrációról beszélünk, és sokszor megítélik az Ázsiából, Afrikából idevándorló embertársainkat. Tehát kevés szó esik arról, hogy Magyarország, meg Románia, meg Bulgária, meg Lengyelország is migrációban él, hiszen a lakosságuk nem csekély része ment ki Nyugat-Európába, vagy éppen a tengeren túlra. Tehát Rút könyvéből megismertük azt, hogy mit is mond Isten ezekre az életbeli nagy kérdésekre. Menjünk-e külföldre, vagy sem? Vagy ha olyan sorcsapások értek bennünket idegen országban, hogy meghalt a férjem, meghalt 2 fiam, akkor mit tegyek a 2 mennyel, és ha az egyik visszajön velem a nincstelenségbe, Betlehembe, akkor hogy éljem itt tovább a napjaimat? Nagyon nagy tapasztalatunk volt, és igazi lelki élmény Rút könyve tanulmányozása, mely nekem a Biblia egyik kedvelt könyvei közé tartozik. Mindig azt szoktam tanácsolni azoknak, akik még nem ismerik a Bibliát, hogy kezdjék Rút könyve olvasásával, és folytassák egy új szövetség irattal, a Jakab levelével. Így tettünk mi is. Rút könyve után Jakab levelét vettük versről versre, hát ez egy egész más jellegű könyv volt, az első keresztény irat talán Máté és Márk evangéliuma után, mely az időszámításunk szerinti 40-es években íródhatott, tehát csak azután jöttek létre Pál levelei, János levelei, és hát a jelenések könyve pedig jócskán utána. És elmerültünk Jakab levelében, úgy, ahogy
Rút könyvében még nem kellett a szerkezet után nagyon kutatnunk, itt már föl kellett festeni a szerkezetet is, hiszen minden bibliai könyv nem csak az egyes igeverseivel hat ránk, hanem az egész szerkezetével is, úgy, ahogy felépíti azt az író, már abban is tanítás rejlik. Utána újra egy ószövetségi könyvet tanulmányoztunk, és ez Joel próféta könyve volt, amely már a proféciák világába vezetett be. Joel könyvét a jelenések könyve előképének is szokták tartani, az ószövetségi jelenések könyvének, és itt annál nagyobb szerephez jutott a szerkezet megállapítása, és az arról szóló kijelentések komolyan vétele, úgy, ahogy Jézus nagy apokaliptikus beszédében is az emberi történelem utolsó négy rövid szakaszát azonosítja Jézus, ugyanígy ez megtalálható, tehát nem csak a jelenések könyvének, hanem a Jézus nagy apokaliptikus beszédének is egy fontos előzménye a Joel könyve. Utána aztán egy nagyobb bibliai könyvre váltottunk át, és elkezdtük tanulmányozni a római levelet. Hát ez igazán nagy falat volt, és már akkor felmerült, hogy ezt tegyük fel majd a YouTube-ra is, de hát ezeken az egyre terjedő, bővülő Facebook estéken annyi minden kérdést tettem fel, annyi minden válasz született, hogy ezt talán így megterhelné, így a YouTube-ra való föltételét még megvágás után is e könyvek magyarázatainak. És amikor a római levélnek több mint fél évig tartó tanulmányozása után újra átértünk egy ószövetségi könyvre, és ez volt Ámos próféta könyve, akkor újra egy a prófétáknak, az író prófétáknak az elejéhez tértünk vissza, hiszen Ámos volt az első író próféta, aki már megszerkesztette egyrészt a környező népeknek adott isteni proféciákat érrehelyezve, utána a saját prédikációit összefoglalva, röviden, tömören, egymás után sorakoztatva, és végül könyve harmadik részében öt Istentől kapott látomást mutatott be, és próbált értelmezni is. Hát ezek után újra új szövetségi könyv következett, János evangéliuma, ezzel már sokkal több időt töltöttünk, még a római levélnél is több időt. Itt aztán már ellenállhatatlanul jött az, hogy tegyük fel a YouTube-ra is, de megint csak annyira bővült a körünk. Gondoljuk meg, hogy Kanada, Skócia, Írország, Anglia, Németország, Svédország, Ausztria, Szlovákia, Románia, Szerbia, Ukrajna után, Magyarországot se hagyom ki persze a sorból, tehát több mint egy tucatnyi országból jöttek érdeklődők, és jeleztek is vissza sokszor a kérdéseimre, tehát egy olyan igazi beszélgetés féle alakult ki. Az egy órán belül az utolsó 20 percet, amikor csak 10 perc adódott, azt is a különböző kérdések megválaszolására szenteltük. Tehát ezt se tudtuk feltenni a YouTube-ra, és hát akkor ígéretet tettem, hogy majd sürgősen pótolom ezeket a hiányosságokat. És aztán persze a János evangélium után megint egy ószövetségi könyv jött, és ez volt Zakariás könyve, amelyet megint csak egy jó fél évig tanulmányoztunk. Itt már törekedtem arra, hogy talán a tanulmányozás során összeáll egy olyan anyag, amit aztán megvágva, kissé formálva, de föl tudnék tenni a világhálóra, YouTube-ra is, de ismét csak csődöt mondott ebbeli törekvésem. Úgyhogy most jelen pillanatban még azon frissiben, hogy befejeztük-e könyv tanulmányozását, hiszen Zakariás könyve után megszavazták, mert mindig szavazás alapján ment, én mindig ajánlottam könyveket, és akkor a több könyvből szavazás útján választottak a résztvevők.
Hát megszavazták az apostolok cselekedetei, sőt azután Ezékiel próféta tanulmányozását. A szándékaim szerint szeretném föltenni majd a YouTube-ra az eddigi könyvek részletes magyarázatát is, hiszen amikor 2000-2021-ben elkezdtem mind a 66 bibliai könyv bemutatását, persze csak röviden, úgy 20-25 perc terjedelemben, már akkor ígéretet tettem, hogy szeretnék részletesen is elmélyülni egy-egy könyv tartalmában. Ezt amennyire erőm és időm engedi a jövőben, szeretném megcselekedni. Most azonban kezdjük el Zakariás próféta könyvének, amennyi belefér egy 20-30 percbe, tehát egy fogható időbe, amin belül mindenki talán oda tud figyelni, és talán haszonnal tudja elraktározni az ismereteket, és új és mélyebb tudáshoz tud eljutni. Tehát ilyen keretben szeretném most elkezdeni Zakariás próféta könyvének részletes bemutatását versről versre, és olvasnám is mindjárt a könyv első versétől a 6. versig tartozó szakaszt, ami a könyv bevezető szavainak tekinthető. Ha ezt nem fogadom el külön résznek, akkor ez valóban csak az a bevezető hangütés, ami egyébként minden bibliai könyv, vagy majd minden bibliai könyv esetében is várható. A következőképpen hangzik ez. Dáriusz második esztendejében, a 8. hónapban szólt az Úr Zakariáshoz, a Berekiás fiához, aki Iddó próféta fia, mondván: igen, megharagudott az Úr a ti atyáitokra. Mondjad azért nékik, ezt mondja a seregeknek ura: térjetek hozzám, szól a seregeknek ura, és hozzátok térek, mondja a seregeknek ura. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akikhez az előbbi proféták kiáltottak, mondván: ezt mondja a seregeknek ura: térjetek meg, kérlek, a ti gonosz útjaitokról és a ti gonosz cselekedeteitekből, de nem hallgattak meg, és nem figyelmeztek rám, szól az Úr. Atyáitok, hol vannak ők? És a proféták örökké élnek é. De az én beszédeim és végzéseim, melyeket szolgáim a proféták által hirdettem, nem beteljesedtek é a ti atyáitokon? És megtértek, és azt mondták, amint elhatározta a seregeknek ura, hogy a mi utaink és cselekedeteink szerint bánik velünk, úgy bánt velünk. Ez a könyvnek az első 6 verse, mondhatnám így előszava. Szeretném itt röviden megjegyezni, és ezt sokszor el is fogom mondani, hogy minden bibliai könyv tanulmányozását kezdjük úgy, hogy nagyon komolyan vesszük a bevezetését, és mielőtt belefognánk a könyv tanulmányozásába, valamiféleképpen próbáljuk felderíteni a szerkezetét. I.S. Gyula mondta, hogy egy verset nagyon nehéz elkezdeni, mert hogyha valaki nem megfelelő szavakkal kezd valamit, oda se fognak figyelni rá. Irodalomtörténész kollégáim nagyon szépen kifejtették, hogy Petőfi Sándor mennyire meg tudja ragadni a versolvasók figyelmét, mert hát rögtön a vers elején megtalálja azt az alaphangot, megtalálja a kellő szavakat, akár a Tiszát kezdi, akár az Ítélet című versét, akár a Válasz kedvesem levelére, bármelyik versét, akár a Türelemről, akár a János Vitézt, rövidebb, hosszabb verseket elbeszélő költeményeket lehet említeni, de mindig megtalálja azokat a kifejezéseket, és azt a tónust, azt a stílust, ami rögtön magára vonja a figyelmet. Zakariás könyve első 6 versét szeretném a mai alkalommal a Biblia olvasó és az igét tudakozó embertársai mellé állítani, de rögtön hadd mondjam el, hogy Zakariás könyve különleges bibliai könyv,
Nem véletlenül nevezte Luther Márton a prófétai írások quintesszenciájának, vagyis tömör összefoglalásának, az összes prófétai írások sűrítményének. Mert a bevezető 6 vers után 3 részre tagolható. Az első részben, ami rögtön a 7. verstől, tehát az első fejezet 7. versétől kezdik, és tart egészen a 6. fejezet legvégéig, 8 látomást fogunk egymás után megismerni. Ezeket egy éjszaka leforgás alatt adta az az Isten a prófétának, aki elmondja magáról a Bibliában, hogy 3 féle módon szól hozzánk. Legelterjedtebben gondolatihletéssel, ez a Bibliának a 91%-a, már jóval kevésbé, de azért nagyon elterjedt módon látomásokban, ez a Bibliának körülbelül 7-8%-a, Zakariás könyve a maga 8 látomásával nagyon kimagaslik az Ószövetség könyve közül, és ilyen nemében csak a Jelenések könyvének a 4 nagy látomás sorozat, ami hát önmagában is egy 40-50 látomást foglal magába, tudja csak megelőzni. És harmadrészt pedig Isten nem csak gondolatihletéssel, látomással, hanem profétikus álommal is szól akkor, amikor az akaratát kijelenti. Hát ez csak kerekítve is csak 1% a Bibliában, bár Mózes első könyve, a Genezis rögtön 6 profétikus álommal kezdődik, de összesen talán 20 profétikus álom, ha van a Bibliában. Tehát Zakariás könyve első szerkezeti része ez a 8 látomás, az első fejezet 7. versétől a 6. fejezet legvégéig. A második rész ennek a könyvnek, a 7. és 8. fejezet, amely lelki tanításokat tartalmaz, és ilyen módon visszakapcsolódik majd itt a bevezető szavakhoz, hogy miben is tértek el az atyák, a zsidó népnek az ősei, hiszen Zakariás idejében a zsidó nép kiválasztottsága már közel, csak nem 1000 éves. Ugye 1445-ben kötötte meg a szövetséget Isten Mózes képviseletében a zsidó néppel, és Zakariás működése időszámításunk előtt 520-518 közé tehető. Ezek a lelki tanítások, az igazi imádság, a böjt és az igazi emberi élet, az igazságon és szereteten alapuló emberi élet köré fonódnak, olyan mélységig belénk világítva, hogy ilyen rendkívüli kifejezések majd fogok idézni, és megtanulásra is érdemesnek kijelölni olyan részeket, amiket nem lehet elfelejteni, nem szabad elfelejteni Zakariás könyvéből, hogy egymás ellen a szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Ilyen mélységesen evangéliumja, hogy úgy mondjam, a hegyi beszédhez illő tartalma van például a 7. fejezet, később majd a 10. fejezetben olvasható egyik kijelentésnek. Zakariás könyve 3. része, amely 2 részre bontható, a 9. fejezettől a 14. utolsó fejezetig terjed, nagyon szimmetrikus elrendezésben, mert az első 3 fejezet, tehát a 9., a 10. és 11. az fenyegető ítéletekről szól. A 2. rész, amely a 12., 13., 14. fejezetet öleli magába, ez pedig figyelmeztető felhívásokról és proféciákról szól a választott nép maradéka számára. Tehát jó látni magunk előtt, hogy a fától az erdőt is lássuk, ezt a 3 nagy szerkezeti részt, amelynek a bevezetése kép, először is a proféta bemutatkozik, elmondja, hogy mely időben Darius Hystaspes, perzsa uralkodó, aki 522-től 486-ig uralkodott idejében, az ő uralkodása a 2. esztendejében, ez 520, a 8. hónapban, ez körülbelül az október-novemberi hónap, szólt Isten ő hozzá, Zakariáshoz, a Berekiás fiához, ki Iddó próféta fia.
Zakariásról a könyve mellett még Esdrás könyvében és Nehémiás könyvében olvashatunk. Ez természetszerű dolog, hiszen Esdrás és Nehémiás könyve is leírja a fogságból visszatérő zsidóság történetét, és ott két prófétát jelölnek meg, az egymás mellett párhuzamosan működő Zakariást és Aggeus prófétát. Mind a kettő könyve bele is került a Bibliába. Miért mondja, hogy Berekiás fia? És miért mondja azt, hogy Iddó fia? Nehémiás könyvéből tudjuk, hogy papi család volt Iddó családja, és valószínűleg Berekiás, az édesapa talán gyorsan elhalálozott, és a nemzetség feje Iddó nevelte fel a prófétát, aki fiatalon jutott vissza a babiloni fogságból, tehát a babiloni fogságnak a második felében születhetett külországban, és aztán onnan jutott vissza a választott nép ősi honába, Palesztina területére, és buzdíthatta a zsidó népet a templom újjáépítésére, amelyre Kűrosz, vagy bibliai nevén Círus perzsa fejedelem, aki 559-től 530-ig uralkodott, már 535-ben rendeletet bocsátott ki, de a környező népek áskálódásai miatt Dáriusnak ezt a rendeletet 520-ban meg kellett ismételni, hiszen a templom építés félbeszakadt, és ezáltal az újabb lendület által nyert új erőt, és végül is 516-515 tájékán, tehát a második rendelet kibocsátása után néhány évvel fel is szentelték a templomot, de ez még nem a teljes judai közigazgatás helyreállítása volt, ez a híres kultuszhelynek, az Isten által egynek megengedett, csak egy templom lehetett egész Izraelben, a helyreállítása volt. Ez volt az úgynevezett nem salamoni, hanem zorobábeli templom, ahogy nevezik a történetírásban. Isten temploma volt, ez Isten parancsolatára épült fel, majd erről is fogok beszélni, hogy nem egészen úgy épült fel, ahogy azt Isten Ezékiel próféta könyve végén kijelentette. Ezért is sírtak az idősek, akik még látták Salamon templomát, hogy sokkal kisebb ez a templom együttes, ez Aggeus próféta könyvéből jól ki is derül. És hát ebben az időben lépett fel a próféta, tehát akiről Esdrás könyve 5., 6. és Nehémiás könyve 12. fejezete is megemlékezik, és hát javaslom ezeknek a könyveknek, illetve ezeknek a fejezeteknek is elolvasását, az odalapozást, hogy teljes képünk legyen arról a prófétáról, aki a második fejezet 4. versében fiatal emberhez hasonlította magát, vagyis mondta magát. Ez a revidált károlyi fordításban hibás fordítás, mert hogy gyermeket említ a magyar szöveg, tehát a második fejezet 4. versében, majd minden biblia versnél azért az eredeti szöveg szerinti pontosított fordítást is szeretném, amennyire csak lehetséges feltüntetni és az érdeklődők elé állítani. Isten azt üzente a prófétának, hogy igen, megharagudott az Úr a ti atyáitokra. Ne felejtsük el a Zsoltárok könyve, amely Zakariás előtt már 500 évvel kezdett formát ölteni, tehát a két mózesi 90.-91. Zsoltár után, főleg Dávid idejében. Már a Zsoltárok könyvében azt olvassuk, hogy Isten igen haragszik, minden nap haragszik, mert Isten a bűnnel szemben engesztelhetetlen. De Isten a bűnre haragszik. A bűnöst mindig kegyelmével közelíti meg, és szeretné felemelni. De ez az igen megharagudott az Úr, ez annyit jelent, hogy Isten ekkor már, amikor Zakariáshoz beszél, több évszázada el kellett, hogy viselje a zsidó nép meg annyi hűtlenségét és törvényszegését, és ennek következtében hát jót tudnunk azt, hogy a babiloni fogságig, amely végül is ezt a sok-sok törvényszegést kiváltotta, eltelt körülbelül 800 év, arról volt hírhet,
hogy a zsidók minduntalan hasonulni akartak más népekhez. Nem vették örömmel, hogy nekik bíráik vannak, 350 évig tartott csak a bírák ura, és a legderekabb bírához, Sámuelhez követséget menesztettek, hogy nekik is király kell, és Isten megvigasztalta akkor ezt a bírót és prófétát, Sámuelt, hogy nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg. És utána, amikor királyok jöttek, és aztán később, amikor az egységes királyság után, a dinasztikus királyság idején ketté is hasadt az ország, és hát irtózatos királytörténetek játszódtak le, mint hát az európai népek esetében is, gondoljunk csak az angol királyi családra, de akár a magyar Árpád házra, vagy Anzsú házra is, hát iszonyatos a tesz szerinti királyságnak az intézménye, amikor bárkiből lehet király, aki tesz szerint beleszületik a királyi családba. Tehát ez az igen megharagudott az Úr, ennek hátterén értendő, hogy Isten évszázadokon át viselte, hordozta úgy a zsidó népet, hogy mondja Pál a Római Levél 3. fejezetében, hogy miattatok káromolták az Istent a többi népek. Nemhogy nem lett választott néphez méltó nép, nemhogy nem megdicsőítették a nevét, hogy Jézus kérte a mi atyánkba, hogy szenteltessék meg a te neved, ez minden hívő embernek első és legfontosabb kérése, hanem megszégyenítették Isten, gyalázatot hoztak Isten nevére, és ezért ez az erős hangütés, persze ilyen erős hangütés más prófétáknál, leginkább Sofóniásnál tapasztalható, ez csak egy egyszerű történeti összefoglalás, amit egyébként a 7. fejezetben majd egy sokkal részletesebb fog követni, és a következő fejezetekből is sok minden kiviláglik, arra nézve, hogy miben szégyenítette meg Istent az Isten választott népe. Mondjad azért nékik, ezt mondja a seregeknek ura, térjetek hozzám, szól a seregeknek ura, és én hozzátok térek, mondja a seregeknek ura. A seregeknek ura kifejezés, és aztán egy másik isteni személynek az Úr angyala kifejezés, és aztán a lélekre, a Szentlélekre való utalás, már itt hadd jelezzem, mint hogy amikor Mózes első könyvét próbáltam részleteiben a kedves érdeklődők elé állítani, eddig Mózes első könyvéről és a zsidókhoz írt levéről tartottam olyan 13-14 részes, hát az nyilvánvalóan nem szóról szóra, mint amit ennek a Zakariás könyvének szánok, de hát egy részletes bemutatás volt. Már a Genezis elején szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a Szent Háromság személyeit milyen pontosan, noha visszafogottan, de azért határozottan megjelölik a bibliai könyvek. A Szent Háromság nem csak Máté Evangélium a 28. fejezet utolsó verseiből hüvelyezhető ki, amikor Jézus maga mondja, hogy menjünk el szerte a világra, és ha tanítjuk az embereket a Biblia tanításairól, akkor ezt az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében tegyük, hanem jóval ennek előtte Mózes első könyve első fejezetétől fogva a Szent Háromságnak, vagyis annak, hogy három isteni személy mennyit munkálkodik, és hogyan, milyen módon, hogy mi is együtt tudjunk munkálkodni velük az ember megmentésért, ennek mindig jelzést kellett kapnia. A seregek ura mögött itt a mennyei atya van, mint hogy az Úr angyala mögött Jézus Krisztus, és a lélek pedig, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mindig a Szentlélek. Persze vannak egybe mosódások is természetszerűleg, hiszen a három isteni személy gondolkodásban, akaratban egy, ezért vannak olyan részek, amelyekben az látható, ki is mondja az egyik rész a 6. fejezetben, hogy békesség tanácsa lesz kettejük között, tehát az atya és a fiú között. Tehát felhívom már a bevezető szavaknál erre a figyelmet, hogy csodálatosan megjutalmaz bennünket a Biblia, hogyha mindenre odafigyelünk,
és egy-egy könyvön belül mindent mindennel összefüggésbe hozunk, ami egymással összefüggésbe hozható, utána pedig, ha elmélyültünk egy-egy bibliai könyv olvasásában, elemzésében, értékelésében, akkor ha ugyanezt tesszük más bibliai könyvekkel is, akkor az egész Biblia 66 könyve között újra mélyebb összefüggések nyílanak meg. Olyan ez, mint amikor lemennek a bányászok a föld mélyére, nyitnak tárnákat az egyik szinten, mennek lefelé, ott is nyitnak tárnákat, és aki volt már így bányákban, sóbányában, vagy egyéb másban, mint például a tordai sóbányában, ez csodálatosan látható, ahol egy üveg felvonó visz föl bennünket, hogy nézzük a különböző szinteket, hát ehhez hasonlítanám a Biblia megismerését is. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akikhez az előbbi proféták kiáltottak, mondván, ezt mondja a seregeknek, Ura, térjetek meg, kérlek, a ti gonosz utaitokra és a ti gonosz cselekedeteitekből, de nem hallgattak meg, és nem figyelmeztek rám, szól az Úr. A harmadik és negyedik vers is a megtérésről beszél. A megtérés minden bibliai könyvnek kulcsfogalma. Például Márk evangéliuma így is kezdődik, hogy rögtön a megtérésre való hívogatással kezdődik. De hát szinte minden bibliai könyvben szövegszerűen, részleteiben ott van az, hogy milyen a mi Istenünk, milyen a Biblia Isten, akiben mi hiszünk. A mi Istenünk egy kegyelmes Isten. Fölajánlja a megbocsátást. Fölajánlja azt a kegyelmet, hogy nem azonosít bennünket a visel dolgainkkal, az elkövetett bűneinkkel, hanem időt ad, hogy szembenézhessünk a bűneinkkel, és két dolgot tehessünk. Vagy igazoljuk az azelőtti bűneinket, így megmaradunk majd, sőt sokkal súlyosabb vétkekbe is belesünk, vagy pedig szembeforduljunk a bűneinkkel, bár megtörténtek a bűnök, most már meg nem történt, én nem tudom tenni a rossz dolgaimat, de egyet tudok tenni, hogy szembeforduljak saját magam tegnapjával, vagy tegnap előttjével. És akkor Isten megbocsát, azért bocsát meg, mert ő előre ezt is jelezte, mert ő magára fogja venni minden bűneinket, tehát minden további nélkül nem bocsátott meg, mint egy bölcs öreg apó az unokájának, hanem ő magára veszi a gyermekei bűneit, és ő, az atya, elküldi a fiát, hogy meghalljon a mi bűneink helyetteseként. Ezért bocsáthat meg. Ezért mondta Dietrich Bonhoeffer, a 20. századi híres német luteránus teológus, hogy ingyen van a kegyelem, de nem olcsó a kegyelem. Nagyon drága a kegyelem. Isten a saját életét kellett, hogy odaadja. Értünk, hogy megkegyelmezhessen. Mert a kegyelemben, amiben egy óriási szeretet van, megmenteni akarás van, ebből a kegyelemből nem hiányozhat az igazságosság sem. És ezt már Mózes második könyve 33. 34. fejezeteiben Isten Mózesnek és általa az egész nép tudomására hozta, hogy én az Úr irgalmas, kegyelmes Isten vagyok, megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyom büntetlenül. Hát hogy lehet megbocsátani, azaz büntetlenül hagyni rajtam? Hát úgy lehet megbocsátani, de nem hagyni a bűnt büntetlenül, hogy magára veszi a bűnöket. Ezért a megtérésre való felhívás minden bibliai könyvnek a sajátossága és egyik legfőbb üzenete. Egyszer mondta egyik tanítóm, aki engem nevelt a keresztény hitre, hogy ma is az lehetne az igazi prédikáció, hogy álljon fel az igehirdető és mondja a gyülekezetének, hogy térjetek meg, és azután üljön le. Mert ebben minden benne van. De Isten szeretné, hogyha mi tényleg szívből megtérnénk, ezért úgy körbeírja ezt a megtérést, és körbeírja ezt, hogy a gonosz útjainkról kell, a gonosz cselekedeteinkből megtérni, és ő mindig szól. De hogyha nem hallgatjuk meg, akkor hogyan térnénk meg? Ha nem halljuk Isten kegyelmes üzeneteit, ha nem ébred hit bennünk a kegyelmes és megbocsátó Isten iránt, akkor hogy változnának meg a cselekedeteink, hogy térhetnénk meg, és hogyan nézhetnénk az ítélet napja elé úgy, hogy ne terheljen bennünket lelkiismeret furdalás.
Ezért mondta egy másik tanítóm, hogy ezt a négy fogalmat jegyezzük meg csak a Bibliából, és mindig lássuk szemünk előtt. Az első fogalom a kegyelem, a második a hit, a harmadik a hit szerinti cselekedetek, és a negyedik az ítélet. Ezen alapszik a Biblia fogalmi rendszere, és mindig erre utalnak a proféták is, amikor Isten üzeneteit megszólaltatják. Atyáitok, hol vannak ők? És a proféták örökkére élnek-e? Igen, az atyák elhullottak. Már elhullott több mint 600 ezer fegyverforgató ember a pusztában, nem láthatták meg az ígéret földjét a hitetlenségük miatt. Aztán különböző nemzedékek jöttek, és hány ember meghalt, úgyhogy nem szívlelte meg a proféták üzeneteit. És a proféták is aztán meghaltak, de a profétai beszéd megmarad. Úgy, ahogy Ézsaiás könyve mondja, és Péter visszaidézi a levelében, hogy Istenünk beszéde megmarad mindörökké. Minden test olyan, mint a fű, minden szépségünk, mint a mező virága, de Isten beszéde megmarad mindörökké. De az én beszédeim és végzéseim, melyeket szolgáim a proféták által hirdettem, nem beteljesedtek-e a ti atyáitokon? És megtértek, és azt mondták, amint elhatározta a seregeknek ura, hogy a mi utaink két cselekedeteink szerint bánik velünk, úgy bánt velünk. Tehát Isten elébünk állította az áldások útját és az átkok útját. Isten elmondta Mózes 5. könyve 28-29. Fejezetében, hogy mi következik, ha az ő útjain járunk, áldások, és ha nem az ő útjain járunk, átkok. Mik a jó következményei, mik a rossz következményei. És ez a röpke visszapillantás, hogy Isten felszólítja a népet, Zakariásat, hogy nézzetek vissza a régmúltba, és tanuljatok a régmúltból, mert sokszor azért nem lesz más az életünk, mert nem tanulunk a múltból. A múltat nem nosztalgiával kell emlegetni, a múltban nem a magunk vélt dicsőségeit kell keresni, a múltban az Isten kezenyomára jöjjünk rá, és arra, hogy milyen tanulságokat hozott össze nekünk Isten a múltunk alapján, és olyan legyen a jelenünk, mint akik tanulnak a múltjukból, és ezért nem követik el ugyanazokat a hibákat. Ez a hangütés méltó ehhez a prófétai könyvhöz, Zakariás próféta könyvéhez, aki tehát az időszámításunk előtti 6. század legvégén élt, és aki a jeruzsálemi templomépítésre vonatkozó második rendelet kiadása után bátorította az embereket a lelki megváltozásra, a munkálatok folytatására Ageus prófétával együtt, és közben ugyanezen évnek egy 3 hónappal későbbi napján egyetlen éjszaka leforgása alatt Isten 8 látomásban részesítette. Ezekre térünk rá a következőkben.